Üdvözletem! Kaptam egy csomagot. A Dósa tesóktól, nevezetesen Úritól és Darnoktól. Tudomásomra jutott, hogy ebben a csomagban van romlandó dolog is. Ezt az infót körülbelül 2-3 hete kaptam. Szóval itt van az ideje ahhoz, hogy kinyissam ezt a csomagot. Egy jó ideje már bent van nálunk a Spice-ban, mert azt mondták, hogy hűvös helyen tartsam, de mint kiderült, nálunk a Spice nem a legesleg hűvösebb hely. Egy minimális sütiszagot azért érzek. Lehet azt fogom csinálni, hogy felhívom bájos segítőmet, az Évit, és megkóstoltatom vele, ami olyan. Az nem bunkóság, nem? Hogyha Évivel kóstoltatom meg először. Van benne egy nagy valami, meg egy ilyen vékonyabb valami, nem tudom, még kell kezdjek. Azért megcsapott valami süteményszag, azért rendesen. Bocsánat, süteményi illat. Eperszerű dolgot mondanék, olyan illatot érzek. Kezdjünk szerintem ezzel a naggyal. Mielőtt folytatnám a kicsomagolást, a mai videót szponzorálta. Kifejezetten, mint hogyha ebből jönne. Na, van benne egy nagy kínai felirat. Most már látom, mi az a romlandó dolog. Ha jól látom, küldött nekem gumicukrot, ami fasz alakú. Jó, beleválasztottam egyből. Bekapok egy zöld faszt. Remélem, nem fasz íze van. Amúgy tök jó. Ha nem csináltam, nem leszek ma streambe, az azért van, mert bekaptam egy sárga faszt. Jó is esik. Nem is rossz. Sima gumicukorizom. Mint a pornóban. Egyszer a két faszra próbálkozom most. Az íze elég fasza. Ezen még vannak ilyen rücskök is. Nem tudom, mennyire látszik, de van benne ilyen rücsök is. Jó, le is raktam, mert itt habzsolom a faszokat, nem szabad. Remélem, ez a fasz magyar termék volt már. Jó, finomnak finom. És hol kell ezt kibontsam? Találtam rajta valami kis nyitófelületet, ez az. Remélem, nem ilyen faszokat küldött Gamer, ez az egyik. Így bemutatom. Hát végülis tetoválás falra. Ja, mert ez kell hozzá, értem, ez a kettővel kell úgymond így összerakni. Az egyikkel felrakod, és a másikkal meg rásimítod. Majd a How to Use-t elolvasom, és megnézzük, hogy tudjuk kirakni a falra. Van még itt. Nem tudom, hogy jutott nekem a eszébe ez, de... fúj. Szerintem kommentálni sem kell, nem? De még szőrös, még lógnak róla a szőrök, fúj! Leül egy kis streamet nézegetni, ez egyszer csak egy előbukkan a két fonnyat szilva, vagy aszalt. De ezt most így rakjam fel, kurs, hát még szöszölődik, vagy szőröződik, komolyan mondom, hát ez hihetetlen. A gumicukorral ellentétben ezt nem tudom megkóstolni. Hát hót szőr az asztal! De hót szőr lett az asztal! Úristen, hát nézd, hogy a kulcstartó szőr az asztal. Sejtem, ez egy zokni lesz. Amin jelzem, hogy már olyan furcsa minta van rajta, de nagy valószínűséggel jégkrém lesz belőle, vagy elefántormány, szóval meg se lepődöm ezen. Jó, ezen azért nem látszik. Ez úgy elmenne, mint egy szőrös majom kéz, nem? Egy ilyen gyerek által rajzolt szőrös majom kéz. De most őszintén, szerintetek mi lesz az az alkalom, amikor én
ezeket a faszoknikat fel tudom venni. Most már megfordul az agyamban az is, hogy ekkora fasznak gondol? Hát eddig 3-4 ajándék volt, ebből 3 faszos. Na, viszont ez jó, ez tetszik. Ez kurva zsír, ez nagyon zsír. Hát ebbe hogy fújjam ki az orrom? Most őszintén, ebbe hogy fújjam ki az orrom? Ebbe, ilyenbe. Aha. You are my favorite asshole. Te is az én egyik kedvenc segnyukam vagy. Ez is úgy néz ki, mint egy fasz, de ez igazából egy joystick. Gamer. Ez jó, hogy fel lehet rakni a fajzére az ajtóra. Ott van, hogy how to use. Nagyon jó. Még nem került ki az a videó, de hasonlókat teszteltünk, meg hasonlókat kóstoltunk is. Na erre kíváncsi leszek, majd az unoköcsémmel megkóstoltatom. Switch lamp. Csak világnyalóka, ami világít. Illetve tudsz világítatni. Ott van valami ötyi. Ebből ötyi van. Az első dobozunk igazából kiürült. Nem tudom, hogy csomagoltad be, és remélem ez a kulcstartó heregolyóból van, de ez is teli van szőrrel. Nem tudom, mennyire fog látszolni, de ez is teli van szőrrel. Köszönöm szépen a fasza ajándékot. Nem tudom, mi ez. Már pedig igen. Gaming Zone. Na, srácok, ez nagyon fasza. Felfüggeszthető. Így faszányosan fel lehet lógatni így. Ezt még nyakba is lehet használni. Ilyen fuchsként fel lehet venni. Még utána, hogyha van nálam valami powerbank, akkor be tudom dugni, és akkor éjszaka még tudok benne villantani is. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fasz a nyaklánc lesz. Ezt így fogom. Streamekbe elővegyem. Ezt így felrakjuk, így nyakba, füles fel. Esetleg mondom valami powerbankba behajintani, azt szépen ott villog a nyakamba a gamer zone, gaming zone. Köszönöm szépen, Dósa tesó, köszönöm szépen. De az utolsó csomagunk, mert nézzük, hogy ebbe mi van. Ez egy pókemberes maszk lenne. Aha. Látjátok már, van egy kis cipzárja is. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Fasza volt minden, de tényleg. Szerintem még a gumicukorra rámegyek és falatozom belőle, mert igazából kurva finom, és szerintem semmi probléma nem volt vele. Nem romlott meg. Szóval ez a 3 hét még jót is tett neki, hogy egy kicsit összepüllettek jobban. Srácok, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy megnézte ezt a videót. Hamarosan ismételten találkozunk. Sziasztok! Megmutatom neked, hogy így néz ki. Egy fasz.